Ezt a zenét a Millás reggeli saját zenei válogatásából játszottuk. Na nézzük, mit ír a magyar sajtó. Ilyenkor nehéz dolga van a kollégáknak, mivel hogy négy napos ünnep, és ilyenkor a szerkesztők ugrálnak a fejükön, hogy mit adsz, mit adsz a hosszú végére, és akkor születnek meg a konzervanyagok. Feltéve nem történik valami nagy dolog, de nem történt olyan nagy dolog. Azt írja például a világgazdaság, és ezt ugye lehet látni, hogy ilyen hír a vezetőanyag, hogy békemenet nálunk háború keletre, félelmek Európában, de ezt nem idézném, viszont azt igen, hogy szovjet színvonalra süllyed az orosz teljesítmény a szankcióktól, írja a lap. Három évtizeddel vethetik vissza az orosz gazdaságot az ukrajna elleni agresszió nyomán elrendelt nemzetközi szankciók, melyek negyedik körét tegnap hagyta jóvá az Európai Unió. Az orosz ipart elzárják a modern nyugati technológiától, acélexportjukat ellehetetlenítik, megtiltják az üzletelést a Kremlhez köthető cégekkel, emellett a vagyon befagyasztásra sújtott oligarák körét célzottan kiszélesítik, az orosz piacot pedig megfosztják a luxus cikkektől. Szankciós fronton az eu még bőven vannak tartalékai, az energiaszállításokat egyébként az újabb korlátozások egyelőre nem érintik. Dollárban jegyzett államkötvénye után Moszkvának ma kellene törleszteni egy több mint 100 millió dollárnyi kamatot. Ezt felrúgva a szerződést a Rubelben teljesítenék, mert deviza hiánya küzdenek. Ezzel újabb lépéssel kerültek közel a technikai fizetésképtelenséghez. Érdekes dolog az, hogy e, már jó pár, és ez most már írói munkásságom része, tehát nem a világgazdaság cikke, hogy jó pár e, ismerősöm, Látva a rubel mély fantáziát lát az orosz fizetőeszközben, hogy kéne venni, nem, mert majd úgy is visszaerősödik, mert az orosz gazdaság az az orosz gazdaság, és nyersanyag, és egymásra utaltság, és minden. Hát, mit szólsz az ötlethez, Gábor? Nem tudom. Az államcsőt közeli ország valutájából bezsákolni, hogy majd jó lesz az. Figyelj, lehet, hogy hova? egyszer igen. De, de, de... Biztos nem Egyébként csinálnom. azt sem tudom, hogy lehet venni Róbert Magyarort, már most biztos lehet, örülnének neki. Hát most talán egy fokkal könnyebb, hogy direktben váltani, de pénzváltóknál szerintem egyre bonyolultabb. Igen. No Na, hát ez volt a világgazdaság. Figyelj, a portfólión két cikkbe is belolvastam, jó, feladták a leckét, tehát annak ellen mondva, amit mondta hogy nagyjából a hosszú hétvége végére kifogynak a előre gyártott, gyártott nagyobb és komolyabb anyagok. Itt rögtön kettő is van, két olyan szakértő, akit mindig szívesen de. hallgatok, illetve uh, olvasok. Uh, egyrészt a, a pedagógus kal kapcsolatosan, erről mi is majd beszélünk ugye a műsorban. Uh, Radó Péter oktatáskutató uh, írása olvasó, olvasható, tehát igazából az egésznek a háttere, meg hogy mi újság a rendszerben. Mi is fogunk beszélni. Igen, igen, azt mondtam. A illetve Pozsár Zoltán a Hát ő, a, aki a magyar piaci jellemzők közül a legmagasabb pozícióban van, és kb. az egész világ figyel az ő véleményére, tehát a Credit Suisse vezető globális stratégiájával készített interjút a portfólió, és ő nagyon sokszor mond érdekeseket és meghökkentőket, és szokott a nagy piaci általános trendel szemben is menni, illetve gondolkodni, illetve beszélni. Most például azt mondja, hogy az energiaárak elszállása miatti inflációs nyomás olyan erős lehet, hogy egy bankoknak az inflációs nyomás elvileg kamatot szoktak emelni, hogy mégis inkább a pénznyomtatás jön elő, és a kamatemelés meg nem annyira, mert hogy a jegybankok kénytelenek lesznek kisegíteni az állampolgárokat közvetlenül támogató kormányokat, tehát ennek akkor annyira negatív hatásai lesznek. Úgyhogy ez csak egy mondás, amit még a Lidben olvastam, de csak két bekezdést sik tudtam, mert hogy ez most friss. Az után. minden esetre érdekes, hogy, hogy lábon lőttük magunkat az hmm. európai szankciókkal, ezt is ő mondja, és ami nekem megütötte a szememet ebben az összeállításban, hogy az euró-dollár dominanciája megkérdőjelezhet. A a szankciók miatt, és segíthetik a kínai központú pénzügyi rendszer felemelkedését. Na ez hm, nem mindegy, Ez is kemény. Igen. Kábelkorbács? Megvan. Várkonyi Jó, mondta. kollega mondta. Igen. Igen, Megmondta előre, kettő héttel ezelőtt. A kábelkorbácsból még baj lesz. És a kábelkorbács a központi téma. A pontú vezetőjében ez az a az alkatrész egység, nem tudom, mi ennek a mi is ez pontos. A lényeg az, hogy Ukrajnába gyártják nagy részét, és ezt tesz be most leginkább az ellátási láncoknak az autóiparban, és erről ugye Bárkonyi kollega már beszélt, úgyhogy ennek a hatásait próbálják, tehát a napi pont is szakértők szerint a szakértőkkel, szakértő nyilatkozatokkal elmezgetni. Az biztos, hogy már vannak most a hiány miatt újabb leállások a magyarországi gyárakban is, már a magyarországi autóipari beszállítóknál is kevesebb a munka, hazaküldenek dolgozókat, Szabira küldik a két, vagy a hosszú, nem, hosszú hétvége, utáni héten, úgyhogy már most egyértelmű hatásai vannak, és kiszámíthatlan meddig fog ez menni. Úgyhogy ha aki azt nem hallotta, vagy aki még plusz háttérinfokat akar napi.hu, ma ezzel a témával foglalkozik, az biztos az autókra még, még jóval többet kell majd emiatt valószínűleg várni. Hát és a gyártók, hogy mit csinálnak, ők próbálnak elmenekülni Ukrajnából, és elvinni a gyártást. Hát de ez nem olyan, Kelet-Európában, ne illetve Észak-Afrikában, de hát ez nem egyik pillanatról a másikra megy. Egyelőre van, aki azt sem tudja, hogy, hogy áll-e a gyára, mert hogy megszűnt az összeköttetés a kintiekkel. Szóval elég horror, komoly dolgok vannak benne. Ez tehát a napi ponton lesz olvasható hét után néhány perccel. Mm mit akartam még mondani? Ja, igen, ugye azt nem árt tudjuk, hogy ma kezdődik a pedagógus sztrájk, mától több napos munkabeszüntetés van a hazai közoktatási intézményekben, miután hónapok óta nem tudnak megállapodni a kormány és a tanárok érdekképviselete, utóbbiak jobb munkakörülményeket, igazságosabb munkaidőfelosztás és értékáló béreket szeretnének a pedagógusoknak és más oktatási dolgozóknak. Több száz intézmény várhatóan ennyien csatlakoznak a sztrájkhoz országosan, ezt a népszava írja, úgyhogy erre is kell számítani. Ilyenkor van Nekem elégséges szolgáltatás? Mert én ott leragadtam. Vigyáznak a gyerekekre. De nem tanítanak? Jelenleg, a, igen, én úgy tudom, uh -huh. hogy jelenleg az. A Nálunk az volt a bizonytalan, hogy az egyik iskola, amelyben érintettek vagyunk, az egyik általános iskolat, egyértelműen megmondták, hogy ez három nap és Gyerekfelügyelet, és így meg úgy, és így lehet támogatni a tanárokat. A másikban meg semmi információ nem jött, és nagy annyit sikerült kiszednem, hogy hát ők azért nem akarnak. Egy napot azért igen, de azért úgy tűnik, hogy csütörtök-pénteken ott lesz tanítás. Tehát gondoltuk, hogy akkor már csütörtök estétől egy közös családi program, vagy valamit. De úgy tűnik, hogy az egyik gyereknek mennie kell, a másiknak meg nem. Vagy nem is tud, ha akar se, illetve csak gyerekfelügyeletre tudna bemenni, úgyhogy azért van ebbe káosz, majd erről még beszélünk. Igen. Jó, nincs más. Akkor gyorsan zenélünk, és utána megnézzük, mi történt a hm, piacokon az elmúlt X napban, mióta péntek. Te viszed péntek... az ászót, mert Dél... szerintem négy napos árfolyamokat óta. én már nem mondok. Á, Pestről elmondhatod én még majd a Jó. A többit. De akkor csak, hogy honnan kezdenek mondani. Hm? Igen.